Hát, szervusztok! Ez, amit látjátok, nem egy Windows 7, nem egy XP, nem egy semmi. Ez egy sima Linux operációs rendszer, úgy hívják, hogy Ubuntu. Még nem is a 64-es, hanem a 32-es rendszer. Tehát látjátok, hogy a bal oldalt végig ott a Dash menüsor. Felszereltem ezt a vackot három monitorra, ami attól hatalmas poén, mert kedvenc játékunkat, az OpenTTD-t, ugye ismertem nevén az Open Transport Icon Deluxe nevezetű játékot fogjuk elindítani. És van egy ilyen nagyon-nagyon aberrált tulajdonság az OpenTTD-nek, hogy felbontás érzéketlen. Tehát akár 3 monitoron, 6 monitoron, 24, akármennyi monitoron működik a játék, bármiféle gondbaj probléma megjelenítése nélkül, ez éppen az 1.2.3-as változat. Ugyanúgy működik persze a internetes játék, a hálózati, mint a saját, és hát nem egy rossz dolog, itt a legnagyobb 2048-as pálya van kijelölve, és hát elnézést a hosszú betöltési időért, sajnos sokáig tart, mire egy pályát legenerál, de aztán én nagyjából ennyi. Megpróbálom megmutatni, milyen OpenTTD-vel három monitoron játszani, hát nem egy egyszerű mutatvány, viszont nagyon sok szempontból segítség, például hogyha bármire rá akar zoomolni, akkor az már is ott van, nem kell keresgélni, tehát semmiféle laggot, akadozás, problémát a dolog nem jelent, egyszerűen csak futnak a dolgok. NewGRF-ből még nem telepítettem fel semmit, de ahogy mondjam, hát az is rövidesen meg fog történni. Csak azt akartam megmutatni, hogy hát nem egyszerűképpen működik három monitoron az OpenTTD, szóval köszönjük szépen!